Szinte minden készen áll a nyitáshoz a Bonyhádi termálfürdőben. A szezon kezdésre a tervek szerint május végén, június elején kerülhet sor, amennyiben ezt az időjárás engedi majd. Nem arra kell gondolni, hogy kánikulát várunk, de ha folyamatosan több napon keresztül esőzés lesz, akkor azért nem fogunk kinyitni. De ezt az időt leszámítva viszont úgy tervezünk, úgy készülünk, hogy május végén, június elején megnyithassuk kapuinkat. A fürdőt üzemeltető Bonicom Kft. Munkatársai a szezon előtt valamennyi szükséges karbantartási és javítási munkát időben elvégeztek, és az engedélyek beszerzésével is jól haladnak. Minden évben sajnos előfordulnak kisebb fagyási károk, ami azt jelenti, hogy burkolólapok feljönnek, azt pótolni kell. A szivattyúknak, a technológiai berendezéseknek van egy éves, illetve egy középtávú karbantartási terve. Azokat végeztük el az úgynevezett holt időben. De azt kell mondjam, hogy időarányosan állunk, megítélésem szerint nem lesz akadálya a nyitásnak. Az már biztos, hogy nagy tömegeket vonzó rendezvényeket idén nem tartanak majd a termálfürdőben a járványhelyzet miatt. Jó hír viszont, hogy a vendégek idén már ismét használhatják a medencéket. Próbálunk a nagy rendezvényeket nem szervezni, pont a zsúfoltság elkerülése miatt meg a létszámból adódó korlátok betartására. Tehát klasszikus fürdőként fogunk működni. A reggeli, illetve az esti órákban az óriási igény miatt gyakorlatilag minden hétköznap úszásoktatás lesz, de az úszásoktatás nem zavarja a vendégeinket. És a két oktatási blokk között pedig akkor a hét minden napján várjuk a vendégeinket. Mivel a koronavírus még mindig közöttünk van, és szakértők szerint erre hónapokig biztosan számítani kell még, a fürdő vezetői eszem előtt tartva szigorú beléptetési szabályokat voltak kénytelenek elrendelni. A tavalyi esztendőt vettük alapjul, tehát hasonló protokollt fogunk követni. Egyetlen egy lényeges eltérést van, ez pedig az ominózus védettségi igazolvány kérdése. A kormányrendelet értelmében mi sem tehetünk kivételt. A hozzánk betérő felnőtt korú lakosságtól a beléptetés során meg fogjuk követelni a védettségi igazolvány felmutatását. Hangsúlyozom, ez a mai hatályos jogszabályoknak megfelelően történik. Ha későbbiekben változás történik, enyhítés, akkor természetesen azonnyomban mi is alkalmazkodunk a körülményekhez. Minden más tekintetben pedig a tavalyi esztendő lesz az irányadó. Gondolok itt arra, hogy a beléptetés során kézfertőtlenítési lehetőség, illetve kötelezettség lesz majd az egyébként is gyakori higiéniai takarításokat még sűríteni fogjuk. A Bonyhádi termálfürdő nyitásáig tehát már a tervek szerint csak néhány hetet kell várni. Fontos lesz viszont, hogy aki a medencék partján tervez hűsülni, ne felejts otthon a védettségigazolványát.